2006-ban Debrecenben alakult meg a Városok Falvak Szövetsége kulturális régió, amelyhez Sárospatak 5 évvel később, 2011-ben csatlakozott. Az egyesület létrehozásának célját az alapítók a következőképpen fogalmazták meg. A tagok elérkezettnek látják az időt arra, hogy az Európai Unió által kínált lehetőséggel élve újraegyesítsék a 20. századi történelem által szétszabdalt kulturális régiójukat. A zempléni település pedig gazdag történelmi múltjának köszönhetően szeretett volna ebbe bekapcsolódni. Most házigazda szerepet is vállalt egy kétnapos rendezvénysorozat kapcsán. Ezen túl pedig olyan együttműködések biztosítása, amelyek más településekkel kapcsolatos együttműködések alapján gazdagítja Patakot, vagy gazdagítja például Kőszeget. Most egy olyan tanácskozáson vagyunk, ahol Kőszegtől Kisújszálláson keresztül Patakig itt vannak az érintett szakemberek, polgármesterek, és ők beszélnek arról, hogy hogyan tudnak együttműködni a következő időszakban. Ez is egy fontos előrelépés, egy ilyen egymást segítő hálózat, együttműködési hálózat kiépítése. És természetesen az is nagyon fontos, hogy szemléletben is figyeljünk oda, hogy a többi rendszeren, a vidékfejlesztés, az oktatáson keresztül is találjuk meg a kulturális támogatási lábakat. A szakmai konferencián azokat a terveket egyeztették a jelenlévők, amelyek kapcsán főként az Európai Uniós pályázati lehetőségek kihasználásával fejleszteni szeretnék a tagtelepüléseket. Megbeszéljük azt, hogy mely településnek milyen formában célszerű részt venni ezekbe a pályázatokba, hogy ezek a települések ne egymással versenekbe vegyenek majd részt a pályázatba, hanem egymást kiegészítve. Hiszen nagyon fontos, hogy úgy építsük fel ezeket a pályázatokat, hogyha mondjuk nálunk fürdőt fejlesztünk, vagy most mondhatnék a kultúrával kapcsolatos témát is, az a környező településekkel összhangba legyen, és lehetőség szerint több olyan attrakciót, több olyan rendezvényt tudjunk kínálni a hozzánk érkezőknek, ami miatt nem csak egy napot, hanem akár egy egész hetet is eltöltenek nálunk. A jelenlévő települések képviselői azokat a célokat egyeztették, amelyek segítségével egymást erősíthetik, nem pedig gyengítik egy pályázati versenyben.